kiskakas gyémánt félkrajcárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, kapirgál a kiskakas a szemétem. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt, arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki: kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat, nem adom bízén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kicses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, onnan kiabálta: kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta: kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Eredte szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a kútba. A szolgáló megfogta és a kútba vetette. De a kiskakas elkezdi a kútba: szít felbegyem a sok vizet, szít felbegyem a sok vizet, arra a begyem, mint felszíta a vizet a kútból. Ismét a török császár ablakába repült, onnan kiabálta: kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Eredte szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe! A szolgáló megfogta és az égő kemencébe vetette. De a kiskakas elkezdi az égő kemencébe: ereszt ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszt ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Arra a begye, mint kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Ismét a török császár ablakába repült, onnan kiabálta: kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár megharagudott: eredte szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a mékasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló megfogta és a mékasba vetette, de a kiskakas elkezdi a mékasba: szít felbegyem a darást, szít felbegyem a darást, arra a begyem, mint felszíta a darást. Ismét a török császár ablakába repült, onnan kiabálta: kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár már nem tudta, mit csináljon vele. Eredte szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hozd ide, hadd tegyem ide a bő bugyogom fenekébe. A szolgáló megfogta, oda vitte a török császárnak, és a kiskakas ismét csak elkezdi: ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát, ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Arra a begye, mint kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Erre ugrik fel a török császár: jaj, jaj, azt a frány, egye meg azt a kis kakast! Vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd találjam meg a maga gyémánt félkrajcárját. Bevitték a kincses kamrába, ott a kiskakas elkezdi a maga nótáját. Szít felbegyem a sok pénzt, szít felbegyem a sok pénzt.
Arra a vegye, itt felszíta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta gazdaszonyának, szegény asszonyból gazdagasszony lett, máig is élnek, míg meg nem haltak.